Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ tájáról, minden tájáról résztvevőket, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a PPH, a Hunor TD Szvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Taroda 2000 Kft. Közös élet és emberismert fejlesztő képzésén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Mi itt tegeződbe szoktunk beszélni, illetve a képzéseket Szedlacsik Miklós tegeződben szokta tartani. Remélem ez nem bántó senki számára, hiszen nálunk mindenki tegezi egymás kortanámtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista és szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudja hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát a kinti világhoz képest jól éreztük magunkat, nem? Hiszen milyen jó nekünk, hogy van egy ilyen közösségünk. És mennyire bánhatják azok, akik nincsenek egy ilyen közösségben, mint a miénk. Tehát egy olyan közösség, ahol az ember nek a túlélése meg van oldva. Egy olyan közösség, ahol az ember biztonságban van. Egy olyan közösség, ahol tartozik valahova az ember. Egy olyan közösség, ahol lehet elismerést adni, kapni. Egy olyan közösség, ahol az ember beteljesítheti önmagát. Tehát kihozhatja magából azt, ami benne van, és ugye tud másokon is segíteni. Egy olyan közösség, ahol az ember elérheti azt, hogy a küldetése, amiért született, az beteljesüljön. Hát most gondoljátok végig, hány olyan ember van, akinek fogalma nincs, hogy miért is született ő az életbe. Legtöbben itt a nyugati társadalomban, de szerintem máshol is azt gondolták, hogy azért vagyok, mert anyu meg apu összerakta azt, amilyen volt neki éppen. És hát ebből a evolúciós folyamatból hát létrejött. Nem sokan ezt gondolják. Ezért ugye azt is gondolják, hogy hát azért vagyok olyan, mint anyu meg apu, mert hát tőlük származom. És akkor ugye megkérdezném, hogy te édesanyád vagy? Vagy édesapád? Hm? Tehát neked azt az életet kell élni, amit ők éltek? Vagy adott személy, tehát édesanyád vagy édesapád élt. De miért kellene azt az életet élni? De miért nem vihetnéd többre, mint amire ők vitték? Miért nem lehetnél jobb sokkal náluk?
Érted? Minden téren. Miért ne juthatnál tovább az életedben, mint ahova ők jutottak? Nem jó kérdés? Hát miért ne? Azért, mert csak tőlük vagy. Hát itt van egy időszak az 50-es évek óta, hogy akik azóta születtek, ugye az 50-es évek eleje óta, azok nem azért születtek, mint az előző emberek. Sőt, még ugye egy kicsit visszamehetnénk, gyakorlatilag azt mondja, hogy is van, 68-ban 25, akkor 43-tól. Tehát 43-tól, akik születtek, nem azért születtek, mint a többi ember előtte, a többi generáció előtte. Hanem akkor miért? Hát ezt gondold végig, hogyha úgy jobban megnézzük, akkor a második világháború idején mennyi ember élt a Földön? Olyan 2 milliárd? Úgy durván, nem? És itt ugye arról beszélünk, akik igazából a második világháborútól születtek, vagy éppen a második világháború, mondjuk majdnem közepén től születtek. Hát ezt gondold végig, mi volt előtte? Azt mondja, hogy 41-től, 39-től ugye volt a világháború, gyakorlatilag 41, mindegy, mert már 39-ben elindult. Vonjunk le 25 évet, és akkor hova jutunk? Ugye azt mondja, hogy hát pont az első világháború kezdetéhez, nem? Nem fura? Gondoljátok végig, 39-ben kezdődött a második világháború, levonunk belőle 25-öt, sose gondoltam ezt végig. Ezt valahogy most kellett elmondanom. Levonunk belőle 25-öt, most számoltuk ki. Ez 14. Mikor indult az első világháború? Nem véletlenül 14-ben. Miért mondom ezt? Mert 25 év a Földön egy generáció. Tehát egy generáció az nem. 10 év nem, 40 év, az pont 25 év. És pont egy generációval később indult egy újabb világháború. Most gondoljátok végig, ami azt jelenti, hogy 2 generáció háborúzott. Érted? Tehát 2 generáció. Az első elkezdte az első világháborút, majd a következő generáció is elkezdte a második világháborút. Na most, mit gondoltok, ebből a fentieknek nem volt elege? Hogy 2 generáció egymás után világháborúzik? Biztos, hogy nem ők indították. Ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy az első világháború hogy indult el? Ugye úgy indult el, hogy előtte a századfordulón volt egy csata a világűrben a naprendszerért. És voltak vesztesek, akik ugye megtámadták a fentieket, azok voltak a vesztesek, és abból hát egy pár űrhajó, de lemenekült a Földre. Nem mese. És onnantól, ugye ez a század elején volt, múlt század elején, és onnantól, ugye ők nagyon fejlett lények, ugyanolyan fejlettek, mint a teremtőink, és ugye kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha gonosszá tennénk az emberiséget gyorsan. Hát a gonosszá tételhez mi kell?
Hát, hogy az emberek gyilkoljanak. Nem? Hát a leggyorsabb gonosz áttétel az a rávenni az embereket arra, hogy gyilkoljanak. Oké? Elérték azt, hogy az emberek gyilkoljanak. Ezáltal ugye gonosszá váltak az emberek, akik gyilkoltak. Hát nem, hogy ma azt mond valaki, hogyha valaki másokat gyilkolt, tök mindegy milyen okból, az nem válik gonoszszá. Hát a gyilkolás az fő bűn, az a legfőbb bűn. És akkor gondold végig, bűnössé váltak, gyilkosokká váltak. Energetikailag, hogyha megnézzük, ugye elég lejutottak, tehát elég rossz hangulatba kerültek. Hát gondold végig, utána úgy leélni életet, életeket, hogy tudja az ember, hogy ő gyilkolt. Érted? Hát az biztos, hogy aki tudja, hogy ő gyilkolt, az nem lesz egy felemelő állapotba. Az hód biztos. Erre talán az egyik legjobb példa mondjuk a Rambó filmek. Nem? Hogy milyen hatást idézett elő a gyilkolás. Lényeg az, hogy gondold végig, az emberek rossz állapotba kerültek, ennek hatására, ugye gyilkolások miatt, ennek hatására, tehát ugye volt egy eufória, amikor véget ért a háború, de utána gondold végig, hogy milyen állapotban lehettek az emberek, ha előidéztek egy második világháborút. Érted? Tehát ez a bizonyíték, hogy nem lehettek jó állapotba, ha előidéztek egy második világháborút. És gondold végig, hogy az alatt az időszak alatt, ugye rengeteg, két világháború alatt rengeteg olyan ember lett, aki már nem tudott jó állapotba lenni, azáltal, hogy gyilkolászott. És gondold végig, a párjaik, akik otthon maradtak, mennyire tudtak jó állapotban lenni, mikor megtudták, hogy mondjuk a férjük meghalt. Vagy mennyire tudtak jó állapotban lenni azok a feleségek, akik tudták azt, hogy a férjeik gyilkoltak. Érted? Tehát ez alatt a két világháború alatt elérték azt, hogy emberek nagyon rossz állapotba kerüljenek, és gyorsan el tudták ezt érni pár év alatt. Miért? Hogy azok, akik itt voltak a föld mélyén, és akik jöttek támogatásként, akik lemenekültek a földre, ugye a csillagháborúból, és ugye ide a földre lemenekültek, és bemenekültek ők is a földre, mert ugyanarról a fajról beszélünk. Ugyanarról a fajról. És gondold végig, hogy nekik mire van szükségük, mire volt és van szükségük ahhoz, hogy szaporodhassanak. Lelket nem tudnak teremteni, lelket csak a Jóisten, a teremtő Jóisten tud teremteni, és önmagából, ráadásul másfél millió éve nem osztja meg a saját lelkét, ezáltal nincs lélekteremtés. És ezért ugye mi van a különböző energiájú lényeknél? Ha ők terjeszkedni akarnak, ha ők mondjuk háborúzni akarnak, akkor kellenek új lelkek. Megszerezni a másikoktól az új lelkek. Itt van a Föld, ahol nem teremtők élnek, hanem emberek. A félelem miatt nagyon jól befolyásolhatók vagyunk, mert félünk. A legnagyobb bajunk, hogy félünk. És ezáltal, hogyha
félelmet lehet az emberben ébreszteni, akkor lemegy a hangulata, és ha tartósan lennmarad a hangulata, akkor lehet befolyásolni az anyagon keresztül arra, hogy eladja a lelkét. És akkor meg lehet nekik szerezni odalent a lelket, és ha minél többen vannak odalent, amit ugye régen úgy hívtak, hogy pokol, minél többen vannak odalent, annál nagyobb eséllyel tudnak háborúzni, mint belsősök külső ugyanolyan fajú összefogása a teremtőinkkel szemben. Akik viszont igen magas rezgésű lények, és ha mint, nem mint tested nézed lényt, hanem mint szellemlényt nézed, akkor is igen magas rezgésűről beszélek a fentiek esetén, a lentiek esetén meg hozzájuk képest igen alacsony rezgésről. Nem mint testben lévő lényről beszélek, hanem mint szellemlényről. És itt ugye az a kérdés, hogy benned van egy szellemlény, egy olyan lélek, amely nemúgy hasonlatos, gyakorlatilag ugyanaz, mint a fentiekben, vagy a lentiekben lévő, illetve a fentiek, mint lény, és nem mint testben lévő lény, mint energialény, vagy mint a lentiek, mint energialény, te ugyanolyan lény van benned, ugyanolyan energialény, amit léleknek hívunk. A lélek az képes létezni test nélkül is, a fentiek esetében is, mi esetünkben is, mi földiek és a lentiek esetében is. Tehát a lelkünk az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangulatban van, és egyáltalán nem mindegy, hogy kit szolgál a cselekedetével. Mert ha rossz a rezgésünk, tehát alacsony szintű, akkor a cselekedeteinkkel a lentieket szolgáljuk. Ha jó a rezgésünk, tehát jó állapotban vagyunk, akkor a cselekedeteinkkel a fentieket szolgáljuk. És az, hogy te kit szolgálsz, a fentieket vagy a lentieket, az a te döntésed. Ez nem másé. Mert te döntöd el, hogy hagyod-e magad, és mennyire hagyod magad befolyásolni. Mennyire hagyod magad, hogy félelembe taszítsanak, vagy félelembe tartsanak. Ugye ez a kérdés, ezen az alapon működik az egész. Na most, miért tudnak félelem, miért tudják az embereket félelembe taszítani, vagy félelembe tartani? Mi a legnagyobb félelem ezen a bolygón? Régiek tudjátok. Halál, így van. És minden félelemnek az alapja a haláltól való félelem. Oké? Ugyanis, ha te pontosan tudod a működésedet, akkor gyakorlatilag nincs mitől félned. Tényleg. Tehát ez úgy értsd, hogy két dolog kell hozzá, tudod a működésed, és azt teszed, amit tenned kell. Ez a kettő kell hozzá. Oké? Nyilvánvaló, ha nem ismernéd a működésedet, akkor úgyse tudnád azt tenni, amit tenni kell. De ha tudod a működésed, az még nem jelenti azt, hogy azt is fogod tenni, amit tenned kell. Mert sok ember ismeri a működését, mégsem teszi azt, amit tennie kell. Tehát ha egy ember azt teszi, amit tennie kell, akkor tudja azt, és ismeri a saját működését, tudja azt, hogy kit szolgál a működésével.
És tudja azt, hogy azzal a, azzal, ami, mit, akit, akiket szolgálsz, azok adnak érte cserét, hogyha őket szolgálod. Érted? Mi a csere? Például az, hogy megvédenek. Érted? Az a csere. Az az egyik csere. Több dologtól megvédenek. Megvédenek a bajtól, megvédenek akár a váratlan betegségektől, megvédenek a haláltól. Érted? Mert te teszed a dolgodat. Most onnantól kezdve, akkor gondold végig. Mitől félsz? Ja, nem teszed a dolgodat? Hát akkor van, mitől félned? Ugye itt tanuljuk most, hogy az embernek mi a küldetése, hogy állapítja meg bárki, aki itt tanul, hogy egy másik embernek mi a küldetése, természetesen úgy, hogy tudja, hogy az ő saját küldetése mi. És onnantól kezdve az ember halad a küldetése felé, akkor azzal nem a lentieket szolgálod, hanem a fentieket. Amit még egyszer mondom, a magas rezgés a fentiek területe, az alacsony rezgés a lentiek területe, és akkor itt vagyunk mi a kettő közt emberek, de a magas rezgés az pozitív, az alacsony rezgés negatív. Tehát, amikor az ember ismeri ezeket a dolgokat, és teszi a dolgát, tehát halad a küldetése irányába, akkor azzal szolgálatot teljesít a fentiek részére. De ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen, ilyen olyan szolgálat, ami egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát ezt a szolgálatot ne szolgaságnak értelmezzétek. Nagyon érdekes, hogy valahogy ugye ez a szolgálat meg a szolga szó az valahogy össze lett mosva azért, mert mind a kettőben ugye az van benne, hogy szolga. És ezáltal az emberek a szolgálat, meg szót összekötik a szolgasággal. Na most azért szeretném elmondani, hogy ugye van nekünk egy küldetésünk, amit csak fölteszek, de nem olvasok el, mindenki olvassa el. Ez a küldetés azt jelenti, hogy nekünk létre kell hozni az aranykort. És aki ebben részt vesz, az ugye nem könnyű feladatot teljesít. Tehát az aranykor létrehozása a bolygón, az nem könnyű feladat lesz. Sőt, elmondhatjuk azt, hogy meglehetősen nehéz feladat létrehozása. Vagy feladat megoldása, az aranykor létrehozása. És de nekünk kell megcsinálni. Nem tudunk más, tehát nem tudunk fizikai segítséget kapni, csak szellemi és mentális segítséget. Oké? Tehát ők nem fognak lejönni fizikai testben, hogy segítsék az aranykor megvalósítását. Oké? Nem fognak lejönni fegyverrel, hogy segítség az aranykor megvalósítását. Miért? Mert ha egy emberiség nem alkalmas arra, hogy bejusson az aranykorba önmaga, akkor ez az emberiség nem alkalmas a túlélésre. Világos voltam. Tehát ez olyan, mint mikor egy növény nem tud magától élni. Érted? Akkor az nem alkalmas a túlélésre. Vagy mikor egy állat nem tud magától élni, akkor az nem alkalmas a túlélésre. Na, az emberiség eljutott erre a szintre, hogy meg, most van a megmérettetés, hogy ez az emberiség alkalmas-e a túlélésre, vagy sem. Oké? És nehogy azt higgyétek,
hogy ez nem tudatos. Ez gyakorlatilag egy pont másfél millió éves kísérlet, pont akkortól indult, mikor a teremtő megállította a lelkek teremtését. Onnan indult ez a kísérlet két szálon, két párhuzamos univerzumban a kísérlet, hogy hova jutnak az emberiségek. Oké? A másik emberiség az már bejutott az aranykorba, ezt csak úgy mondanám. Nem a Földön, egy párhuzamos univerzumban. És mi még nem. Mi még nem. És ugye most válik el, most van az az időszak, 2035-ig, ahol gyakorlatilag ebben az időszakban el kell érni azt, hogy bejussunk mi is az aranykorba. És ha mi, ez az emberiség, ezt nem teszi meg, akkor ez az emberiség alkalmatlan a bejutáshoz. Világos ez? Tehát ők nem fognak lejönni fizikai segítséget adni, ők egy dolgot tudnak, mentális és szellemi segítséget nyújtanak. Tehát azért mondom a kettő közti különbséget, mert a mentális az azt jelenti, hogy az elméden keresztül ható. A szellemi segítség pedig azt jelenti, hogy nem fizikai testben, hanem szellemlényként történő segítségnyújtás. Tehát ezt vállalják. Hogy szellemként, szellemlényként, tehát lelkekként jönnek és segítséget nyújtanak, amennyit lehet segíteni egy szellemlénynek természetesen. Annyit segítenek. Mármint úgy értve, nem úgy értve, hogy neked lehet segíteni, amennyit ők tudnak szellemlényként segíteni. Világos ez? De nem fognak testet ölteni azért, hogy helyettünk megcsinálják. Világos ez? És ugye mivel vannak az alacsony rezgésű lények a Föld mélyén, akik ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, mint a fentiek, csak éppen alacsony rezgésűek, ezért ugye nem pozitívak, hanem negatívak, tehát nem jók, hanem gonoszok, és a jó és a gonosz közti különbség nem nézőpont kérdése, hanem etika kérdése. Jó? Csak hogy ezt is tisztázzuk. Szóval a lényeg az, hogy mivel vannak a Föld alatt lévő lények, ami azt jelenti, hogy több kilométer, sok-sok kilométer mélyen, ezért ugye biztonságban vannak, és ha ezt figyelembe veszük, akkor a fentieknek nincs más megoldásuk, mert vagy az emberiség rezgése megemelkedik, és ezáltal a lentiek számára elviselhetetlen a bolygó, és távoznak, vagy nem emelkedik meg az emberiség rezgése, sőt, süllyed, mint amit bebizonyítottunk az elmúlt két évben, hogy jócskán lesüllyedt az emberiség rezgése, aminek ugye az a következménye, hogy ők nagyon jól érzik magukat, sőt, lelkeket tudnak megszerezni, ezáltal ugye egyre többen és többen tudnak lenni, sőt, ugye testet is tudnak hozzá csinálni a lelkekhez, ez nem kérdés. Ezáltal a fentieknek nincs más választásuk, ha nincs aranykor, mint az egészet szétrobbantani úgy, ahogy van. És akkor az utána mit csinálnak? Fogják és összefogdossák a lelkeket, és akkor viszik a létközi állapotba. Ugyanúgy, mint amikor meghalsz. Ez azt jelenti, hogy ha te meghalsz, akkor elvisznek egy létközi állapotba. Méghozzá ugye van két bolygó, ahova elvisznek, a Vénusz és a Mars. Nem egyszerre a kettőre, vagy ide, vagy oda. Lényeg az, hogy nem messze a Földtől, és nem a felszínre, hanem ott is be a bolygóba, és akkor várod a következő megszületésedet virtuális valóságként megélve. Érted? Tehát
ez a földi lét, de ugyanez a földi lét akkor is, hogyha nincs szétrobbantás, és reinkarnációról beszélünk, ami eddig volt. A reinkarnáció az azt jelenti, hogy van egy földi léted, majd meghalsz, kiszállsz a testedből, elvisznek innen, elvisznek egy virtuális valóságba, ezért mindenkinek azonos a virtuális valóság, tehát a létközi állapot azonos, vagy nagyon hasonló. Ott eltöltösz x időt, még nem olyan rég, ugye ez átlagosan, tehát mit tudom én, a múlt század forduló környékén még átlagosan, tehát itt a e-század, múlt század forduló környékén, átlagosan ez 13 év volt, egy reinkarnálódás. Tehát eltölt az ember x időt, utána visszajön a földre, előtte ugye bevállal dolgokat, hogy mi lesz a küldetése, bevállalja azt, hogy kivel találkozik, milyen problémákat él meg, milyen szülőkhöz születik le, stb. Stb. Tehát egy csomó dolgot beválaszt, mint lélek, majd törlik az összes tudást, és beszületsz abba a családba, abba a körülmények közé, amit bevállaltál. Nyilván ez nagy mértékben közrejátszik, nagyon nagy mértékben közrejátszik az előző élet eredménye természetesen. Az ott megélt lezáratlan dolgok, az ott megélt etikátlan dolgok természetesen befolyásolják a következő életben való leszületést, azt a körülményeket, ahova születik az ember. És lényeg az, hogy ugye ez a reinkarnáció. Ebből vannak ugye azok, akik nem reinkarnációs folyamatban vesznek részt, ami annyit jelent, a születés az hasonló, annyit jelent, hogy a 40-es, tehát a háborútól azt csinálták a fentiek, hogy ne legyen több háború, hogy elkezdtek olyan embereket leküldeni a földre, akik nem reinkarnációs folyamatban vettek részt, hanem elkezdtek olyan, hát nem embereket, bocsánat, olyan teremtőket leküldeni fentről, teremtőket. Mit jelent a teremtő? Hogy mondjuk több millió vagy több milliárd éves tudása van egyszerre. Érted? Tehát, minthogyha neked nem mondjuk 40 éves vagy, akkor 40 évnyi tapasztalatod meg tudásod lenne, hanem mondjuk, ha 1 milliárd éves lennél, akkor 1 milliárd éves tudásod. Ugyanis a lélek az halhatatlan, és folyamatosan gyűjti a tudást, kivétel a létközi állapot. A létközi állapotban nincs tudásgyűjtés. Jó? Csak úgy mondom, hogy tisztában legyünk ezzel. Az virtuális valóság. Ezért ugye készítik fel az embereket a virtuális halál utáni valóságra, tudjátok, ezzel a 3D-s ilyen fejre fölhelyezhető, nem szemüvegek ezek, hanem annál már jóval több ilyen készülékek, ami által úgy érzékeled, mintha benne lennél a valóságban. Na, ezzel készítik föl az embereket már erre, illetve a lelkeket készítik föl. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye előtte is már elvétve küldtek olyan embereket természetesen, akik teremtőként jöttek ide le, és ugye a második világháborútól, 43-tól meg folyamatosan küldenek olyan lelkeket, akik teremtőként működtek az előző életükben. Itt ültök közt a terembe. Oké? És miért nem emlékszel rá? Mert ugye most gondold végig, hogy mondjuk volt egy 1 milliárd éves tudásod, és avval betennének egy csecsemő testbe. Mi a francot csinálnál azzal? Beleőrülnél. Hát most a 40 éves, ha mondjuk 40 évesként ülsz itt, a 40 éves tudásoddal betennének egy csecsemő testbe, abba is beleőrülnél. Érted? Ezáltal nyilvánvalóan te is nulláról indultál. És ugye egy a kérdés, hát most gondold végig,
Hát tökéletes család ezen a bolygón, nem tudom, van-e. Szerintem nincs. Ha csak, hát az, se, az meg már nem család, amikor tanítók tanítják a gyereket a szülők helyett, az már nem család, már mint olyan, akik erre képzettek, hogy ne érjék őket elnyomások az illetőt. Tehát ugye úgy működik az ember, hogyha elnyomás éri, akkor abból komoly problémák lesznek az életben, tehát a gyerekként, vagy akár még az anyja hasában elnyomás éri a gyereket, nyilván, ha nem például az anyát éri az elnyomás, akkor is olyan, mintha a gyereket érné, a felnőtt korra visszavezethető problémákat okoz. Na most ezáltal kérdezem én, hogy vannak-e tökéletes családok? Nincs. Tehát gondold végig, te nem tudtál beszületni egy tökéletes családba. Én sem, senki. Senki nem tudott beszületni egy tökéletes családba. Most ezáltal, mivel nem születtünk be egy tökéletes családba, a család hat ránk. De vajon miért kerültél ide? Hogy ezt a hatást ki tud küszöbölni. Oké? Mindegy, hány éves vagy. Ha ez működött volna 30 évvel ezelőtt, akkor 30 évvel ezelőtt kerültél volna ide, de mivel 30 évvel ezelőtt nem működött, ezért ezáltal nem tudtál akkor ide kerülni. Világos voltam? Na most itt van egy olyan szervezet, ahol megtanulhatod azt, hogy hogyan küzd le azokat a hatásokat, negatív hatásokat, ami az életben ért. Érted? Ezt ugye nagyon nehéz úgy megtanulni, hogy csak elméletben. Ez szükséges a gyakorlat is. Tehát, hogy gyakorlatba átvidd azt a tudást, amit itt tanulsz. Na most, ugye azáltal, amiket hibákat követtél el az életedben, azáltal, ugye te azt gondolod most, hogy te nagyon sok mindenre nem vagy képes. Na most ott kezdődik az embernek a pozitív működése, az olyan szintű működése, amit szeretnél, hogy mit tudsz hinni magadról. Nem tudni, hinni. Az, hogy te mit tudsz hinni magadról, az attól függ, hogy mit mondanak rólad. Eddig beszéltek rólad ezt, azt, amazt, ezt, azt mondtak, most itt van egy hely, ahol azt mondják rólad, azt mondja Szedlacsik Miklós, aki egy közvetítő, hogy te az előző életedben egy teremtő voltál, és nem azért vannak gondjaid az életedben, vagy voltak gondjaid az életedben, mert reinkarnációból büntetésként hoztad, hanem azért, mert nem volt hova máshova beszületned. Világos voltam? Egy. Kettő. Mert te teremtő voltál. Oké? És most egy kérdés van, hogy te elhiszed-e azt magadról, hogy tényleg az előző életedben teremtő voltál? Itt kezdődik a kérdés. Mert ha elhiszed magadról, akkor tuti, hogy tudsz változást létrehozni az életedben, avval kapcsolatban, hogy azokat az összes dolgot, ami befolyásol abban, hogy te az életedben azt érd el, amit akarsz, nyilván etikát tanulod itt, ezért ugye ragaszkodnod kell hozzá, az etikához, hogy és azokat, amit el tudsz képzelni, azt meg is tud valósítani. Érted? És ezáltal ugye te miért jöttél ide le? Nem azért, hogy mondjuk, mit tudom én, halmozd az élvezeteket. Nem ezért.
Ezt előidézik a lentiek azért, hogy becsapjanak. Érted? Hogy azt hidd, hogy azért vagy itt. Hanem ugye miért vagy itt? Azért, mert azt vállaltad be, hogy bevisszük együtt az aranykorba az embereket. Világos ez? Ezt vállaltuk be. Itt egy kérdés van, hogy te elhiszed ezt magadról, vagy sem. Ez a kérdés. Mert ha ezt nem hiszed el, erről nem is fogsz meggyőződni. Érted? A meggyőződés az mindig a hitből indul ki. Mindig. Na most, hogyha elhiszed magadról, hogy teremtő voltál, és azért jöttél le, hogy az aranykort együtt megcsináljuk, akkor meg is fogjuk csinálni. Oké? Meg is fogjuk csinálni. Ha az emberek nem hiszik el magukról, hogy ők ezért jöttek le, akkor itt sosem lesz aranykor. Érted? Tehát mondom, gondold végig logikusan. 25 év egy generáció. Furcsa mód, pont 25 évre kezdődött a világháború. Pont egy generációval később. Szerinted a teremtő lények nem akartak ebbe beavatkozni, hogy ne legyen tovább ilyen? A fentiek. Hogy ne akartak volna? És szerinted hogy lehet ezt megoldani másként, mint leküldeni olyan lelkeket, akik gatyába rázzák az emberiséget? Nincs más megoldás. A szarból, bocs, hogy így fejezem ki magam, egyedül nem bírja az ember kihúzni magát. Érted? Kell segítség. Oké? És leküldtek minket azért, hogy segítsünk az emberiségen. Érted? Mindenkit, akit azért jött, tehát van benne egy olyan érzés, érted, hogy valamit tenni kell, ez így nem jó. Valamit tegyünk magunkért, emberekért, érted? Tehát a magunkért az azt jelenti, hogy ott a környezeted, tehát nem csak te, mert akkor azt mondom, hogy magamért, nem. Magunkért, az emberekért. Ha van valakiben ilyen érzés, mind ezért jött le. Érted? Mind. Na most gondold végig, melyik a jobb számodra? Ha azt gondolod magadról, hogy lejöttél teremtőként, bevállaltad ezt, hogy elvegyék a tudást, amit azt jelenti, hogy ha visszamész, visszakapod, érted? Elvegyék a tudást, belementél abba, hogy lesznek szenvedéseid, és gondold végig, melyik a jobb? Az, hogy azt hiszed magadról, hogy teremtő vagy, vagy azt hiszed magadról, hogy a reinkarnációs folyamat része vagyok, érted? Vagy van egy harmadik variáció, azt hiszed magadról, hogy egy életem, egy halálom van. Hát a három közül mondd már meg nekem, melyik a jobb. Nem hallom. Hát az első, nem? Hát mennyivel magasabb rendű teremtő lényként lejönni, nem? Mintha csak itt reinkarnálódgatunk, és sok baromságot csináltunk az előző életben, meg azelőtt is, és a jó Istennek nem tudunk ebből a hülye mókuskerékből kikerülni. Vagy az, hogy egy élet, egy halál. Na az meg aztán a legalja az egésznek, érted? Az a legalja. Ahol az ember el tudja hinni azt, hogy nem volt semmi előzmény, semmi
utóhatás, vagy van még egy, talán egy negyedik is, amit ugye a kereszténységbe tanítanak, hogy most hoztak létre téged, és akkor majd mész föl a jó Istenhez, ha meghalsz. És akkor onnantól már örökké élsz. Ez is ilyen fajta működés, érted? Szóval a lényeg az, hogy ugye el tudnám magyarázni, hogy miért ilyen fajta működés, már el is magyaráztam előző képzésekben, most nincs rá idő, hogy ezt elmagyarázzam. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, melyik a jobb ezek közül? Hát most gondold végig, hogyha innen bekerülünk az aranykorba, és ugye azért vannak itt most azok az emberek 2026-ig, akik ide jönnek, mert ugye a fentiek azt feltételezik rólunk, hogy képesek vagyunk arra, hogy tanítsunk, vezessünk embereket. Tehát mindenkiről, aki ide jön 2026-ig, az mind azért jön, hogy tanítson, vezessen embereket majd a jövőben. Na most, ha ezt feltételezik a fentiek, akkor hogy képes, aki itt tanul, az vezetni majd és tanítani embereket, akkor onnantól kezdve nem jó ez, hogyha te is el tudnád ezt magadról képzelni. Nem lenne jó. Tehát minden onnan kezdődik, hogy te mit hiszel magadról, érted? És az a baj, hogy az emberek azt hisznek magukról, amit mondanak róluk, érted? Mások. Ha a szülők azt mondogatták, hogy jaj, de béna vagy, fiam, felnő és azt gondolja magáról, hogy ő béna. Érted? De bármit mondogathattak emberek. Addig mondják, míg az ember el nem hiszi. Miért most nem ez van? Az embereknek addig mondogatnak dolgokat, míg elhiszik. Most gondold végig, itt van ez a félelem kérdés, amiről az imént már beszéltem. Ha az ember tudja, te egy teremtő vagy. Érted? Most nem a többi emberről beszélek, most azokról, akikben ilyen érzés van, mint benned is, azért tanulsz itt. Tehát te teremtőként lejöttél ide. Figyeld, az emberiség 4%-ában simán megvan ez az érzés. Oké? Simán. Sőt, ha jobban megnézzük, hát nem is a 4%-ban, hanem 20%-ban, mindegy. Na szóval lényeg az, hogy gondoljuk végig, hogy ez az érzés az emberben benne van. Hát akkor miért ne higgy benne? Miért ne higgy abban, hogy te gyakorlatilag amit szeretnél, azt meg tudod csinálni? Miért ne? Próbáld ki. Ha hiszel benne, meg fogod tapasztalni. Te nem akárki vagy. Te egy olyan ember vagy, aki teremtőként üzemelt. Még nem olyan rég. Pár évtizeddel ezelőtt, vagy jó pár évtizeddel ezelőtt, mindegy. Érted? És azért jöttél le, hogy kihúzzuk együtt a slamasztikából az emberiséget. És ugye miért én állok előttetek? Mert több oka van. Azért is, mert ugye nekem egy olyan gyerekkori megélésem, éléseim voltak, ahol kevesebb olyan problémát kaptam, amit te kaptál, érted? Kevesebbet. Nem éltem meg olyan negatív dolgokat gyerekkoromban, vagy az édesanyám hasában, mint amiket te megéltél. Érted? Nem azt mondom, hogy szerencsésebb voltam, hanem azt, hogy valamilyen oknál fogva, mivel már az előző életemben is tanító voltam, csak a fentieket tanítottam, ezért ugye egy ilyen szerepbe
jöttem be ebbe az életbe is. Érted? Tehát lényeg az, hogy ezért ugye én vagyok ebben a pozícióban. De ez nem azt jelenti, hogy én, mit tudom én akarok lenni, amit tudom, egy országnak vagy a világnak vezető, még véletlenül se szeretnék, érted? Te hogy szeretnek? Nekem nem az a dolgom. Tehát nekem hiába kínálnának föl ilyen pozíciókat, nem tudnának velem mit kezdeni, érted? Mert nem vállalnám be. Ez nem az én dolgom. Oké? Okay? Nekem az a dolgom, hogy amit küldenek információt, meg amit tudok természetesen, azt átadjam nektek. Meg nem csak nektek, hanem mindenkinek. És ezt a küldetést én teljesítem. És akkor szépen együtt mindenki tenni, úgy, hogy teszi a dolgát, nem kell, hogy közvetlenül irányítsuk őket, meg fogják tudni csinálni a dolgokat az itteniek. Oké? Okay? Tehát meg fogod tanulni azt simán magadtól, hogy tudjad, hogy mit kell tenned az életedben, és a jobbnál jobb döntéseket és a helyesnél helyesebb cselekvéseket fogod csinálni. Tehát ezekbe tessék hinni, mert ez így fog működni. De erről meg tudsz győződni, meg is fogsz győződni. Érted? De ha nem hiszel benne, sose fogsz meggyőződni. Tehát ezáltal például nem véletlen az, hogy ki a párod, aki most van, férjed, feleséged, érted? Egyáltalán nem véletlen. Tehát egy olyan életünk van, ami páratlan a történelem folyamán. Páratlan. Ami annyit jelent, hogy ilyen fajta tevékenységet a történelemben nem tudunk róla, hogy végeztek tömegesen. Érted? Nem tudunk róla. De hát gondold végig, hogyha az emberek, akik gonoszak, az egészet meg akarnák akadályozni. Hát ők is mennek a levesbe. De ugye ennek van egy forgatókönyve, akkor fogják, kimentik azokat az embereket, akik megérdemlik, hogy kimentsék űrhajóval. Nem vicc, komoly. Hát a többire meg rárobbantják a bolygót. És utána van egy kész bolygó, kin az univerzum szélén, ahol lehet reinkarnálódni úgy, ahogy az emberiség indult, mit tudom én, mondjuk egy 100 fővel. Érted? És gondold végig, mikor lesz abból újraszületés. De természetesen ilyen kőkorszaki körülmények közül indulva, mint ahogy itt is kezdődött a dolog. Jó, szóval mit hiszel magadról? Itt ez a kérdés. Mit hiszel magadról? Hát talán egy kicsit többet kéne hinned magadról, nem? Tehát el kellene hinni magadról, hogy igenis, te az előző életedben egy teremtő voltál, és most is egy olyan lény van a testedben, egy olyan szellemlény, amit úgy hívnak, hogy lélek, amely, ha levetkőzi azokat a megéléseket, amit fogantatástól, negatív megéléseket, amit megéltél, és ami befolyásolja a jelenedet, onnantól kezdve, ahogy küzdöd ezeket le, úgy teremtesz egyre többet, és többet, és többet, és többet. Érted? És ez, tudod, mi kell? Csak annyi kell, hogy felismerd a saját hibázásaidat. Tehát amiket hibázol, azokat felismerd. Mert ha felismered a saját hibázásaidat, és nem próbálod másokra áthárítani a felelősséget, akkor onnantól kezdve tudsz változtatni magadon. Tehát ha beismered magadnak, hogy hibáztál, érted?
és mered esetleg mások felé is beismerni, akiknek a kárát okoztad, hogy hibáztál velük szembe. Onnantól kezdve tudsz változni, érted? De amikor az ember küzd avval, hogy nehogy véletlenül egy hibáját is beismerje, akkor mikor lesz abból változás? Gondold végig. Soha. Tehát meg tudod csinálni, hogy azokat a negatív megéléseket mind könnyű, végül is nem nehezen, könnyűszerrel, mondjuk egy pár év alatt megold. De nyilván ez csapat nélkül nem megy, mert a csapat adja neked a tükröt, érted? A saját csapat. Mert olyan embereket tesznek eléd, akik tükröt mutatnak számodra. És amikor emberek föl tudnak bosszantani, akkor jó, hogy jó, ha tudod, hogy hát te is olyan vagy, mint ő. Érted? Te is rendelkezel avval a tulajdonsággal, amivel sikerült, hogy fölbosszantson. Jó, és ha az ember felismeri azokat a tulajdonságokat, ami akadályozzák az eredményekben, akkor onnantól kezdve ki lehet azokat javítani. Tehát ez nem nehéz kijavítani. Az egyszerű döntés kérdése. Érted? Tehát az ember úgy működik, hogyha az ember hoz egy döntést, abban megkapja a fentiek támogatását. Érted? Nyilván, ha ez a döntés a küldetését szolgálja az egyénnek, persze, természetesen, akkor megkapja a fentiek támogatását. Tehát akkor segítenek abban, hogyha jön egy olyan helyzet, amikor rossz döntéseket szoktál hozni, vagy helytelenül cselekszel, akkor eszedbe jusson, hogy hopp, állj, mit kell most tennem? Mit tanultam én ebben kapcsolatban? Mert tudod, mi a baj? Hogy az ember úgy működik, hogy van egy hasonló helyzet, mint a múltban történt, arra reakciód van, nincs gondolkodás, hanem automatikusan reagálsz. Nincs megállítás, hogy állj, most nem azt kellene tennem, mint amit eddig. És ebben segítenek. Tudod, mekkora segítség ez? Mikor azt mondják, hogy állj, valami azt mondja meg benned, hogy állj. Érted? És megállsz, mert eldöntötted, hogy ez így lesz, hogy megoldod ezeket a dolgokat, és ők küldik a segítséget, hogy állj. Érted? És megállsz, és végig gondolod az egészet, és rájössz arra, hogy hopp, nem is azt kellene tennem, mint amit eddig tettem, hanem mit is tanultam ebben kapcsolatban? Ja, ezt tanultam, jó, akkor ezt teszem. Érted? És jó, nem ilyen lesz a reakciód, hála Istennek, hanem mondjuk gondolkodó vagy fél percet, vagy egy percet. Érted? És utána nem reagálsz, hanem teszed a dolgodat. Oké? Nem elég segítség az, hogy azt mondják, hogy állj. Hát dehogy nem. Ezt nem tudnak adni. Neked kell gondolkodnod. Érted? Neked kell használnod azokat az információkat, amit már tudsz. És ezért nem mindegy, hogy valaki mondjuk úgy tanul, hogy nem építi be az életébe a tanulást. Tehát úgy tanul nálunk, hogy nem része az életének a szerda este, meg nem része az életének a vasárnap délután. Hanem, hát majd utólag megnézem. Soha nem lesz a része az életében. Ezt tudod, mit jelent? Akkor tud az ember fejlődni, hogyha szokásokat, új szokásokat vezet be az életébe.
és az új szokás kezdete, hogy szerdánként 18 órakor odaülök, 18 előtt pár perccel, odaülök a képernyő előtt. Vagy hallgatom rádión, mert éppen mást kell csinálnom, de rádió hallgatom. És vasárnap ugyanez. Vasárnap 16:30 odaülök a képernyő elő. Vagy hallgatom rádión élőben. És ha ezt csinálod egy ideig, akkor egy idő után szokást változtattál, mert az lesz a szokásod, hogy élőben nézed a képzést. Majd egy idő után lehet, hogy azt megteszed, hogy már eljársz rendezvényekre is, érted? Az is egy új szokás, hogy például nézed, mikor vannak a heti találkozók mondjuk azon a környéken, ahol vagy, és elmész oda. Vagy elmész oda, ahol mondjuk a szeminárium van, helyszíne itt van. Érted? És részt veszel a szemináriumon. Tehát fölveszel új szokásokat, majd új szokás lesz, hogy mit tudom én, elkezdesz kommunikálni az emberekkel. Miről? Hát arról, hogy ők is jöjjenek tanulni. Oké? És utána, amit csinálsz, az is egy új szokás, hogy lezárod őket, magyarul tanulóvá teszed. Érted? És akkor elkezd kialakulni a csapatod. Majd az is egy új szokás, hogy fogod és segítesz azoknak elindulni, akik szeretnének csapatot szervezni. Érted? Tehát új szokásokat vesz föl az ember, és ha az embernek van csapata, sokkal gyorsabban tud változtatni dolgokon az életében. Sokkal gyorsabban. Tehát más lesz a motivációd, érted? Mint mikor nincs csapatod. Egész más, ilyen belső motiváció. Szóval a lényeg az, hogy itt van egy óriási kihívás, amit nekünk kell megcsinálni. Rajtunk kívül nem fogja más megcsinálni. Vagy mi megcsináljuk, vagy ezen a bolygón nem lesz aranykor. Oké? És ehhez sokan és sokan és sokan és nagyon sokan kell lennünk. Jó? Na most gondold végig, hogy mit válaszolnál, hogyha megkérdezném még egyszer, hogy melyik a jó neked? Az, hogy te nem voltál teremtő, vagy az, hogy teremtő voltál? Tehát melyik? Hogy teremtő voltam. Azt a választ válom. Így van. Hát az a jobb. Higgy ebben. Ez így van. Mondom, gondold végig. Nem tudott mindenki jó családba születni. Én sem születtem jó családba, csak jobb családba. Hála Istennek nem a szüleim neveltek 7 éves koromig, hanem nagymamám. Érted? Voltak szüleim, csak mivel hétközben dolgoztak, meg utaztak, minden nap hajnal 4-kor keltek, ezért nagymamámnál voltam. Értitek? Tehát az annyit jelent, hogy az a család, amiben voltál, előidézett dolgokat, és nem baj, leküzdöd, mert te teremtő vagy. Megoldod, mert te teremtő vagy. Érted? Nem a tested, a lelked. Érted? Nincs olyan dolog, amit ne tudnál megoldani az életedben. Mindent meg tudsz oldani, amivel csak szembe kerülsz. Világos ez? Hidd már el magadról. Ha elakadsz, vannak vezetőid, tessék hozzájuk fordulni. Rendben? Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon jó volt veletek együtt lenni ezen a vasárnap is. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szerecsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést és ezt a fantasztikus mai napot. Szeretnék kicsit magamról is beszélni. Mi Budapesten élünk a férjemmel, a
civil foglalkozásom. Jelenleg irodában dolgozom recepciósként, illetve a PPH csapatszervezés, csapatépítés a másik fő tevékenységem. Házasságban élünk a férjemmel. Én 2016-ban kezdtem el itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, édesanyám Csonka Erzsébet javaslatára, mert szerettem volna változtatni az akkori életemen. Én külföldön dolgoztam Ausztriában, és nem akartam már ott dolgozni, és egy lehetőséget láttam arra, hogy egy új szakmát tanuljak, amelyel nem csak magam életét tudom jobbá tenni, hanem megtanultam azt is, hogyan segítsek másoknak. Mert mindig is élt bennem ez az érzés, hogy szeretnék tenni érte az emberekért, szeretnék valami pluszt adni az embereknek. És ez nagyon motivált, hogy itt tanuljak. Hiszen itt megkapjuk a tudást és a módszert is ahhoz, hogy létrehozzunk másokban is a változásokat. Számomra rengeteg dolgot adott a Nyílt Akadémia, hiszen hatalmas személyiségváltozáson mentem keresztül. Szeretném is megköszönni még egyszer Szedla Csik Miklósnak, hiszen az ő képzései, tanácsai által sikerült létrehoznom, és kihoznom magamból azt, aki most vagyok. Nélküle nem ment volna. Én régen félénk és visszahúzódó voltam, depressziós és hát elég rossz kedvű, negatív gondolkodású, és az ő képzései hatására sikerült átfordítanom a gondolkodásmódomat, és egyre boldogabb életet tudok élni. És most már ösztönöz az is, hogy egyre több embernek tudjak segíteni, hogy ők is egyre boldogabbak legyenek. A Nyílt Akadémiánál, itt a PPH-nál találtam meg a páromat is, és a férjemet, úgyhogy ezt is a Nyílt Akadémiának köszönhetem, illetve Szedla Csik Miklósnak, hogy most már a párkapcsolatom is egyre boldogabb, hiszen próbálom alkalmazni a tudást, hogy nőként éljek, hagyjam a férjemet férfiként élni, és egyre boldogabban tudjuk építeni a közös életünket. Nagyon sokat segítenek a képzések a gondolkodásmódban is, és érdemes hallgatni Szedla Csik Miklós tanácsaira. Szeretném tanácsolni másoknak is, hogyha hallgatják az ingyenes előadásokat, ahogy én is tettem akkoriban, hozzanak meg egy döntést, hogy kezdjék el itt az itteni tanulmányaikat, hiszen ez egy fantasztikus lehetőség. Szedla Csik Miklós egy teljes lehetőséget nyújt, mind abban, hogy tanuljunk, mind abban, hogy csapatot építsünk, ezáltal elismeréseket, eredményeket létrehozzunk, fejlődjünk, és másoknak is tudjunk segíteni. Szerintem ez fantasztikus dolog, éljetek a lehetőséggel. Illetve a tandi is nagyon kedvező, elérhető áron. Idén még a tavalyi áron ráadásul, szóval éljetek a kedvezménnyel is. Az önálló tanulás mellett segítséget is kapunk, hiszen vannak itt vezetők, vannak igazgatók, lehet kihez fordulni, nem vagy egyedül, és nem maradnak megválaszolatlan kérdések sem. Ha benned is él az az érzés, hogy tenni szeretnél magadért, másokért, akkor gyere közénk itt a helyed. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örömmel várunk, és részvételeddel megtisztelsz minket, szeretettel várunk. Én szeretném megköszönni még egyszer Szedla Csik Miklósnak, mesterkócsnak, hogy a mai nap a szeminárium házi asszonya lehetek. Számomra nagyon-nagyon jó érzés és megtiszteltetés volt, hogy a mai nap házi asszonya lehetek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm nektek az együttműködést, nagyon szeretlek benneteket. Sok sikert kívánok mindenkinek. Építsük az aranykort együtt tovább. Köszönöm szépen, és jó utat kívánok mindenkinek. Sziasztok!